az ország versenyképességének a javulása, másrészt pedig azt szeretnénk, hogy a fiatalok Magyarországon találják meg a számításukat úgy, hogy közben komoly nemzetközi tapasztalatokat szereznek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára jelentette be azt a 2,5 milliárd forint értékű programot, amely itt Győrben és Pécsen indul, majd ezt követően Debrecenben és Miskolcon folytatódik, őszig pedig fokozatosan országossá bővül a közép-magyarországi régió kivételével. Kara Ákos azt is bejelentette, nem pénzbeli támogatásra számíthatnak az innovatív ötletgazdák, sokkal inkább mentorálásra és szemléletformáló előadásokra. Az elkövetkezendő 3 esztendőben mi azt várjuk, hogy Magyarország területén legalább 800 különböző jó kezdeményezést tudunk felkarolni, jó ötletet tudunk felkarolni, és az az újdonság a startup programok történetében, hogy olyan mentorokkal, olyan szakemberekkel szeretnénk felkarolni ezeket az ötleteket, akik vagy hazai tapasztalatokkal rendelkeznek az adott ország részen, vagy pedig nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek adott esetben egy másik kontinensen vagy egy másik országban. I'm very, very delighted and honored to be here with you today. Az Input program sikerét olyan szakember segíti, mint Ron Szege, az Ekeron Társaság elnök vezérigazgatója, aki 12 évesen alapította első vállalkozását a Szilícium völgyben. A világszinten elismert, egyébként apai ágon magyar származású vállalkozó számára nagy megtiszteltetés, hogy ifjú magyar szakembereknek segíthet. A program a Széchenyi Egyetem számára is komoly lehetőség, a kampusz ugyanis a 21. század toplistáján kerülne előkelő helyre a hazai intézmények között. Mi más lehetne jobb indikátor egy ilyen egyetemnél, mint azt megnézni, hogy a diákjai közül, a végzettjei közül hányan indítottak el és visznek tovább sikeres startupokat. Az Input program célja új munkahelyek teremtése, új magyar sikertörténetek útnak indítása és Magyarország elhelyezése a nemzetközi startup térképen.